Idén 12. alkalommal rendezik meg az Országos Diákparlamentet, melynek immár 5. alkalommal Székesfehérvár ad otthont. A háromnapos esemény keretében az ország minden pontjáról érkeztek diákok városunkba, ahol majd előterjeszthetik a diák életet érintő problémákat, javaslataikat. A Diákparlamentnek mindig az a célja, hogy az elmúlt egy évben lévő iskolai, illetve a diákokat érintő problémáknak a megoldását elérjük, hogy a kormányzattal közösen megoldást tudjunk találni ezekre a problémákra, akár itt gondolok a közelmúltban történő eseményekre. A Diákparlament minden évben az utolsó napon egy pontokból álló ajánlási listát fogalmaz meg, melyet átadnak a szakminisztérium részére. A tavalyi 58 pont egyike volt az is, hogy ne a szokásokhoz híven 2-3 évente rendezzenek diákparlamentet, hanem minden évben legyen lehetőségük összeülni a diákoknak. A digitalizáció terén, infrastruktúrafejlesztés területén, tartalomfejlesztés területén, tehát lényegében az iskolai élet szinte minden fontosabb területéről kaptunk ajánlásokat, ezekkel foglalkoztunk, dolgoztunk, minden hónapban nyári szünetet leszámítva üléseztünk az országos diáktanács tagjaival, akik itt lesznek, ők is beszámolnak az elvégzett közös munkáról. Jó magam is beszélek a elvégzett feladatokról, és hát azért jönnek a fiatalok, hogy újra megkérdezzük őket, és ismételten ajánlásokat adjanak számunkra. Az idei ülések keretében feltehetően szó esik majd a mindennapos testnevelésről, valamint a gyermekvédelemről is. Halljuk, hogy éppen aktuálisan 2-3 évente az újabb és újabb generációk milyen kérdéseket vetnek föl, és ez nagyon-nagyon tanúságos és visszaigazolja azt, hogy igenis érdekli őket a közösségeiknek a kérdése is, ugye, és azok a problémák, amik őket foglalkoztatják, nekünk pedig megadja az impulzust, hogy mik ezek a témák. A diákok 3 napon keresztül üléseznek a Sóstói Stadion rendezvénytermében, melynek végén vasárnap megfogalmazzák a 2024-es pontlistát.